Sziasztok, Sherlock Holmes vagyok, a háznyomozó. Van egy szemle szolgáltatásom, ahol az átküldött hirdetés és cím esetleg ott készült fotók alapján segítek előszűrni az ingatlanokat, mert sok esetben már kiderül ekkor is, hogy kár pénzt költeni egy helyszíni szemlére. A mostani videó tárgya is egy ilyen felkérés volt, ahol egy új építés családi ház kapcsán kerestek meg. Kaptam alaprajzot és pár fotót, nézzük, hogy mit hoz ki ebből egy háznyomozó. Az alaprajzon látszik, hogy a fürdőszobák szimpla válaszfallal vannak elválasztva a mellettük lévő szobáktól. Ezekbe a falakba kerül be bevésésre a hideg és meleg vízcső, lefolyó csövek, villanyvezetékek, legalábbis a rajzon lévő szaniterek alapján, meg hát egyébként is máshogy ezt nem lehet elképzelni. Ezt úgy szoktam mondani, hogy súsogni fognak a falban a vízvezetékek minden egyes vízvételkor pluszban a szétvésett válaszfalak hangátlása gyakorlatilag teljesen nulla lesz, tehát a fürdőszobák és a szobák közötti áthallás az jelentős. Ennek a megoldása az egyébként, hogy előtét falat kell építeni ilyen esetekben, ami viszont 10 centivel csökkenti a fürdőszobáknak a szélességét. Másik probléma, az alaprajzon az ablakok egyszárnyúak, még a 120 cm szélesek is. Normális ablakgyártó maximum 105-110 cm szélességig gyárt le három réteg ablakot egy mert a vasalat nem bírja el az ablak szánt súlyát, ezért előbb-utóbb, de inkább előbb lógni fog az ablak, és a vasalaton is hiába állítunk, állandóan meg kell emelni az ablakot, hogy az ember be tudja csukni. Ez egy építés közbeni fotó, amiből számomra több minden kiderül. Másik, az alaprajz szerint az ablak méret 90x150-es, 90 cm-es parapettel, illetve az erkélyajtó az 240 magas. Vászker tégla 25 cm magas, tehát kiszámolható, hogy pontosan ekkora méret van kihagyva az ablakoknak. Szélességbe is, illetve magasságba is. Magyarul nem lesz beforduló káva és mivel az ablak a redőnytok miatt majdnem fal középre kerül, így a beépítés hőhidas lesz mindenhol. Vagy a másik lehetőség, hogy kisebb ablakok kerülnek beépítésre, mint ami az alaprajzon szerepel. Ha lesz redőny, akkor csak látszódobozos lehet, mert az nem eltolva építették be. Miért is probléma ez? A redőnydoboz így elég szépen belelóg az üvegfelületbe, konkrétan 16-18 cm lecsökkenti a bevélgáltató felületet, és belülről az ablakból látható a redőnydoboznak a mérete. Harmadik észrevétel, a parapet magasság négy tégla magasságú, azaz 100 cm. Ami azt jelenti, hogy a padló rétegrendje az alsó sor alatti habas terítéssel együtt 12-13 cm. A mai energetikai követelményekhez minimum 10 cm lépésálló EPS szükséges, amihez minimum 18 cm rétegrend kell. Tehát itt maximum 5 cm hőszigetés fér el a padlóba, ami a 20 évvel ezelőtti követelményeket elégíti ki. Kis hibának tűnik, de az eresznél nincsen cseppentőlemez, ami miatt az alsó sor lambéria idővel el fog színeződni, és el is korhathat. Számos esetben látok erre példát használt házaknál, ahol ez a több éves folyamat már lezajlódott. A házat azt 80 millióért árulják, több ugyanilyet épít a kivitelező cég. Természetesen ez alapján nem ajánlott a megvételre, el sem mentünk megnézni. Ha érdekelnek hasonló nyomozások, következtetések új, illetve használt házak esetén, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Szész, köszönjük neked, hogy házunk jó és biztonságos lehet. Tudod, mi kell egy álom otthonhoz, ahol falak és tető minden fontos.